A dohai világbajnokság után a megszokottnál némileg rövidebb pihenőt kapott Hellebrand Máté, aki a hét elején elkezdte a felkészülést a következő szezonra. Pokrovenszky József tanítványa egyelőre hazai környezetben gyűjti a kilométereket, emellett edzőjével új elemeket is igyekeznek beépíteni a napi munkába, a regenerálódást és a prevenciót szem előtt tartva. Az első héten még csak a csúcsidőszakban megszokottább, mint egy felét teljesíti a nyíregyházi gyalogló. A felkészülés közepén például heti 140-150 km-t szoktunk gyalogolni, most a felkészülés elején 80-90 km-t. Szóval nagyjából hát majdnem a fele mennyiséget edzünk. Most még csak napi egyedzés van, kiegészítésképpen vannak gyújtornás, illetve TRX-es edzéseim, illetve úszni is el fogok majd járni. Illetve most már be fogjuk iktatni a szaunázást is, mivel Tokióban is hasonlóan párás lesz a levegő, mint most Dohában volt, ezért próbálunk már most nagyjából felkészülni rá, amennyire csak lehetséges. A Magyar Olimpiai Bizottság és a jövő évi olimpia rendezője között létrejött megállapodásnak köszönhetően Hellebrand Máténak a helyszínen is lesz lehetősége megismerkedni a tokiói körülményekkel. Most úgy néz ki, hogy november végén egy 3 hetes edzőtáborba fogunk utazni Tokióba. Ez még szervezés alatt áll, viszont nagyon-nagyon hasznos lenne, hiszen megismerkedhetnénk az ottani kultúrával, helyjel, versenypályával, ételekkel, illetve ki tudnánk próbálni, hogy a 9-10 órás repülőutat hány nap alatt tudjuk kipihenni, illetve az időeltolódást mennyire tudjuk átvészelni, és hát ez az olimpia szempontjából nagyon fontos lenne. Az olimpiai szintidő az 50 kilométeres gyaloglásban 3 óra 50 perc. Hellebrand Máté reményei szerint jövő tavasszal a hagyományos dudincei versenyen már bebiztosítja az ötkarikás részvételt. Amennyiben ez nem sikerül, a világranglista helyezés alapján is ki lehet jutni Tokióba, ahol a legjobb 60 versenyző állhat majd rajthoz.